they have the damage to take these turrets. Unicorns above might be in the LCS. In July, we weren't even thinking about LCS. Like, there wasn't even the possibility that we will have the chance to try to even qualify for it. Unicorns of Love, welcome to the LCS! I would say joining an organization is like the easier way, I would call it, because you don't need to organize that much from your own. So we decided for Unicorns of Love just because we wanted to hold on the name, we wanted to become an organization. Setting up the organization was a task. I wanted the best for the people, so I actually asked my father, who had a company himself. I went to my bank and I said, okay, I need a bank account. And they said, okay, we can open it. What's the name, I say, of the bank account? I say, Unicorns of Love. And the people were professional, so they only hesitate for a second or two. That my family is so supportive is an incredible feeling, just for me personally. I think it's something we both were interested when, on the moment we saw the streams. This is because it's a team, they're smart, they're very good, and I think this is the difference why we said okay. And I think this is a very good school to go through for later careers. We are an older generation and you sometimes don't know what your kids are doing, but when you are interested in that, you'd be surprised. It's interesting and you should support them. When we started talking about a house in general, it would be great to actually like sit down and eat together. It's a perfect plan to just learn how to cook a few meals. I still think it's really good to be a bit away from home. It's just a learning experience for me. And I can obviously grow individually a lot from this. Now you actually have to be here, you need to do all your chores, you have to think about all the stuff you're doing because you actually live with other people in the same house, same room. And I think it's really good, especially when you're kind of young as we are right now. You learn a lot. Since we're kind of new blood into the LCS, hopefully we can actually bring a bit of new spice. I think it's actually our playstyle. We are willing to risk a lot of stuff, pick new picks, and just go aggressive on the map. We really trust each other on every pick we make. For example, Kiki's TF jungle. You might think he's crazy or something when he first announces it. It's really great that people might not expect something, or they expect something weird, and then we play normal, and then they just are like, oh, they play normal now. Unicorns! Unicorns! We believe in each other and in our abilities to play the game. We are like really close friends in real life, and it's important. It helps in the game a lot, I think. I feel really confident and I trust in all my teammates, and I'm comfortable where I am right now and wouldn't want anything else. Yeah, I think a lot of people might actually find inspiration, like how we as five people doing this for fun actually managed to get into the LCS one day. Na, sziasztok, kedves nézők, itt vagyunk újra, ez meg felmászott a hátamra. Ugye, amíg el nem kezdjük vele közben, csak mindenképpen szeretnék egy pár mondatban köszönetet nyújtani a Pleat szervezésének. Ugye, láthatjátok, aki előző idén is követett minket, hogy azért szebb lett a képünk, jobban nézünk ki. Most hát mi nem nézünk ki jobban, de a képünket jobban adja a kamera, mert új kamerát kaptunk ugye a Pleat szervezésének köszönhetően. Viszont ugye, pont az adásunk előtt ment sajnos tropára a mikrofonunk, és ez kicsikét ilyen balkáni körülmények között, de van mikrofonunk, és holnapra ezt mindenképpen, ahogy csak tudjuk, helyrehozzuk is, kicseréljük és megcsináljuk. Úgyhogy merjük remélni, hogy azért az élvezetnek, tehát magának az élményfaktornak azért nem komoly elrontója ennek a mikrofonnak a minősége. Iszonyatosan sajnáljuk, hogy ilyen technikai problémával kell most nekünk szembenézni, holnapra tudjuk ezt korrigálni, merjük remélni, hogy azért ettől függetlenül a Unicorns of Love Giants Gaming meccset fogjátok élvezni. Kemény lesz. Kemény lesz. Kemény lesz. Beszéljünk egy kicsit a Giants
felállásáról, mert hogy ugye a Unicorns of Love-ról már tettél egy említést, hogy az előző összecsapásukon, amit ugye az Elements ellen kellett, hogy játszanak, hát sajnálatos módon Power of Evil-nek a teljesítménye az az Orianna ultik után, illetve az Orianna ultik által megmutatkozott, hogy fejben nem igazán volt ott, és miután az első három csata úgy zajlott le, hogy Orianna ultjai rendszeresen mellé mentek, nemhogy egy embert nem talált el, az első alkalommal tény, hogy akkor még nem feltétlenül tehetett róla, hiszen nagyon jó ütemben rántott Blitzcrank, és emiatt került ki kis távolságon kívülre, de az első Orianna ulti ugye a saját fején csattant, és miután 3-4 csata lezajlott így, amikor Froggen sikerült egyedül elkapni, és elhasználta ő a Zonya homokóráját, és még onnan életve nem sikerült Orianna ultiával őt egyből elkapni, még meg is ölte Power of Evil-t, ott már lehetett látni, hogy teljesen szétesett szerencsétlen német játékos ugye fejben. Ha összeszedte magát ez alatt az egy hét pihenő alatt, akkor én úgy gondolom, hogy azért az ő játéktudásából kiindulva nem kell őt félteni, merjük remélni, hogy sikerült beszélni a fejével. Azt még azért hozzá kell tenni, ez biztos, hogy sikerült nem csak Power of Evil fejével beszélni, hanem igazából az egész Unicorns of Love ült össze persze maga a kikapások után is, hogy mi is az a bizonyos probléma. Ugye már a Champ Selector hivatkozza emelte ki Csacsi, amikor sikerült vele beszélnem, hogy igazából ott már dőltek el problémák, és voltak tények, ami igazából abszolút nem kedvezett a Unicorns of Love-nak. Ne felejtsük, hogy 4 olyan karakter volt, ami az Orianna ultiból itt ki tudott volna mozdulni, önmagában már ez baj, és még ezek felül Power of Evil-nek nem volt túlságosan jó napja, ez tény. Tehát nem az Elements volt erős, hanem Unicorns of Love gyenge az előző hét, második napján. Az eddigi összes csapat pedig kifejezetten nagy hangsúlyt fordított arra, hogy a Unicorns of Love szóló ösvényesei ne ugorhassanak, ugye meg. Gondolok itt elsősorban Csacsira, ugye, aki a felső ösvényen folyamatosan élvezte a dzsungeles jelenlétét, akár ugye ösvényről, ninjában, akár a hármas nádas, vagy a folyó felől érkezett, mind Diamond, mint pedig ugye őt követve később az Elements Jungle, és a folyamatosan ott pofátlankodott a felső ösvény körül, és Csacsinak ugye főleg, hogyha az első meccsen Kabosárd ellen nézzük meg, hogy mivel kellett szembenéznie, amúgy is egy Cassiopeia volt az ellenfele, az első és a második teleportját is úgy kellett elhasználni, hogy csak az ösvényre visszaérkezhessen hamar, és ne kelljen szembenézni. Hilissannak az arcát gyönyörű volt nézni, hogy még nem volt meg a legutolsó tiltás, és így reménykedett benne, hogy hát ha benn van, a pressem, aztán nem. Nem, és ennek köszönhetően ugye a 6 tiltás már megvan, ugye a Unicorns of Love Seraph-tól, Jarvan-tól és Jax-től vált meg, Jax tiltása pedig nem véletlen, mert hogy megint vissza kell térjünk a Giants Gamingre egy szó erejéig Pepi Néróra és Verlinre. Igen, azt Árit akartam mondani, hogy nem, még nincs a tiltó listán, és én azt hiszem, hogy Pepi Néróra annyira magabiztos, hát igen, igen, annyira magabiztos játékot képvisel, mind a kettővel, hogy én azt hiszem, hogy az, ha nem is most, de a Giants Gaming szerintem el szeretné hozni, de ugye azt, hogy Power of Evil-nél mi fog érkezni, úgyhogy egy nerfelt szindrával is csodákat művelt és tett az asztalra, nem mernék semmire sem esküdni. Igen, továbbra se felejtsük el, hogy az 5.1-es patchen játszunk, ami azt jelenti, hogy Syndra, illetve Gnar is egy jelentős gyengítéssel kell, hogy szembenézzen, és bizony Pepi Nérónak úgy fest, hogy érkezik is a Leblanc-ja a középső ösvényre, mivel a Unicorns of Love pedig kitiltott a Jarvan-t, ugye ezen a meccsen azt a már elhíresült, az EULC az első hetén elhíresült, Gnarvan kombót nem fogjuk most látni. Igen, ugye az a bizonyos, bárhol felhúznak egy falat, itt is megint a kőművesekről beszélünk. Lehet, hogy Jarvan építette a tornyokat egyébként, ha már így erre visszatérünk. Tehát itt egy elég komoly szerepe lett volna ezen a meccsen is, hát ez most nem lesz. Igen, az nem lesz. Tehát Jarvan ki van tiltva, de már nem van is. Én azt hiszem, hogy válogatás videó is nem is egy készült arról, hogy Csacsi akár villanásokat áldozva azért, hogy gyönyörű tömegkábítás, tömegfalhoz haigálás hozzon össze, és ott van a kezében a Gnar, tehát igazából a lehetőség az adott. Rek'Sai átment a szitán, ott a Rek'Sai. Sivir ugye tiltva van, és egy ideig Frederiknek a kezei között Graves-t lehetett látni, hogy a Giants Gaming adott esetben ezt a karaktert fontolgathatja, így a másik adott esetben kulcs fontosságú lövészt, ugye Corkit hozza el magának a Unicorns of Love, ami egyébként kifejezetten érdekessé teszi ennek a két csapatnak a párharcát, az az, hogy erőviszonyok szempontjából szinte teljesen ugyanúgy állnak. Mind a Giants, mind pedig a Unicorns of Love-nak ugye a felső és a középső ösvénye az,
amik, hogyha egyedül vannak hagyva, vagy adott esetben egy dzsungeles egyszer-kétszer segít, akár Power of Evil-nek, akár Csacsinak, de ugyanez igaz Verlibre és Pepinéróra, akkor ha ők meg tudnak szaladni, hátukon el tudják vinni adott esetben az egész csapatot is. Nem egyszer láttuk erre ugye példát a múlt héten sem. Verlib ugye Jaxxel a felső ösvényen nem csak a dzsungelestől, de még a támogató játékostól, Rydell-től is kapott nem egyszer segítséget, és így tudta legyőzni Renekton. Jinx Corki lövész páros érkezik. Én azért örülök, mert nem akart nagy butaságot mondani, de ez a két lövész még ugye idén a közkedvel kategóriába abszolút nem sorolható, mert még nem volt túl sokat, sőt, nem is nem, hát európai LCS-ben még nem is igazán volt válaszva Jinx és Corki, ha minden igaz. Corki már talán volt. Lucian és Tristana jött vissza egyszer, illetve Corki, Jinx még nem, ugye ez teljesen egyértelmű, és Vája az, aki érkezik mellé majd a dzsungelbe. What? Ami... Azért mondom, hogy gondolkodás, hogy jött egy ilyen Draven. Oké, hogy League of Draven tudom néha mondogatni, és hogy már egy moduló született belőle, de nem. Nem, csak gondolkodás volt. Igen? Bocsánat. Egyébként ez kifejezetten érdekes döntés a Giants Gamingtől. Ugye LeBlanc-t választották elsőként az ösvényre, ami azért fura, mert hogy, mint azt láthatjuk is, egyébként a Wardrobes-nál szereplő Kassadin még nyitva volt. Láttunk már LeBlanc-Kassadin párharcot, kétszer is, mind a kétszer Kassadin emelkedett ki győztesként, nem is kis fölénnyel egyébként. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Pepinéro, illetve Power of Evil összecsapásának végül mi lesz a végeredménye, de ami még mindenképpen nagyon fontos az az, hogy adott esetben most nem teljesen értem, hogy a Giants Gaming miért a felső ösvény választását hagyja legutoljára, mert Csacsiék ugye elhozták a Gnart, rögtön, amint erre volt lehetőség, első választásként, és adott esetben a Giants Gaming első két választásuk alkalmával erre reagálhatott is volna. LeBlanc-t mindenképpen el akarták hozni Pepinérónak, hiszen annak ellenére, illetve amellett, hogy Árival nagyon magabiztosan teljesített, azért mégis a LeBlanc-ja volt az, ami én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember emlékezetében megmaradt, és még 15 másodperc van hátra a Giants Gamingnek, iszonyatosan törik a fejüket, hogy mi illene bele ebbe a kompozícióba. Lissandra is elérhető adott esetben, ha pedig egy Maokai érkezik, akkor ugyan Gnarral szemben Maokainak lesznek nehézségei az ösvényen, de egy ilyen kompozíció ellen, ahol a Leona, illetve Kikis, ugye Rek'Sai és Csacsi Gnar megindulásainak kell igazából a Unicorns of Love oldaláról mindig a harcokat nyitnia, hogyha ebben a pillanatban Verlibnek a Maokai ultia már aktív, akkor elképzelhető, hogy nem fogjuk tudni akár Jinxet, akár ugye LeBlanc-t felrobbantani időben. A Hillsong Leona választása még egy picit visszakanyarodott. Az első Unicorns of Love meccsére, hogyha emlékszünk, ugye, az a bizonyos CC rengeteg. Én már csak így tudom nevezni, hogy egymásra volt felelősen építve, és ahhoz Hillsongnak a follow-ja nagyon kellett. És az a bizonyos Leona választás ugye szinte már lassan egyértelművé válhat így három meccs után, hogyha fresh nincs, akkor valószínűleg Leona felé fog nyitni Hillsong, és én azt hiszem, hogyha valami esetleg Csacsi vagy Kikis meg tud indulni, akkor ennek köszönhetően arra Leona gyönyörű szépen tud majd follow-up-olni. A kérdés az, hogy lesz rá elegendő idő arra, hogy amíg beérkezik szintén a Hillsong plusz emberként és plusz kávításokkal, el lehet-e vele takarítani esetleg egy játékost. Ugye Leonával egyébként kifejezetten magabiztosan játszott Hillsong a múlt héten, ahogy ezt említetted is. Egyrészt, amikor a középső ösvényre megérkezett, akkor az ultiával rögtön a Syndra bénítás után még Kassadint is eltalálta, és ennek köszönhetően igazából mozdulni sem tudott, még ugye a középső ösvényen úgy meghalt. Ami viszont még talán ennél is érdekesebb, jóformán az egyetlen hibát, amit az alsó ösvényen vétettek, azt akkor követték el, amikor ugye Hillsong visszatért a kezdőre, és Vordax még egy pillanatra hátra maradt. Na erre reagált Eni a villanásával és a kábításával, ebből tudtak elvinni egy gyilkosságot az ellenfelek, viszont ezen kívül komolyabb hibát nem tudnék felróni, és kifejezetten öröm ezt látni, mert hogy Hillsongot mondták eddig talán a legtöbbször az alsó ösvényes játékosok közül ilyen one trick pony-nak, aki jóformán csak dash-sel tud úgymond játszani, és hogyha ezt elveszik tőle, akkor a többi karakter ugye gyengébben teljesít. Nem ezt láttuk a múlt héten, és ez egy nagyon nagy megindulást jelenthet az Unicorn is fanoknak. És ebben szeret pillanatban töltünk be a második meccsre, ugye láttuk már fölcsorakozni szépen a kezdés, hogy mentek volna már kifele a Unicorns of Love játékos, hogy nem bírnak, tűkön ülnek konkrétan, még egy pillanatra visszakanyarodnék a kábítás rengetegre, annyira előttem, hogy az első meccs a Gambit Gaming-en, amikor a Pillói bent ül a torony alatt, és akkor
egy power-up Evil kábítás következik, pip-pip-pip, nem több megmozdulni Dave sem, hiszen baj van, hogy a felszekkelt kábítás van ott, van rejtőtő, volna az a tisztább grip, most villan, hanem nem érkezik rá még másik pillanás, hála a jó Istennek már, bocsánat, és volna az a toronyát is őbe. Nagyon szép volt ez a Giants tudó, és Verli volt az, aki egy facsemetével, ugye egy kis focilabdával megkezdte ezt az egészet, és megvárták a többi Giants játékos, ugye megvárta, amíg az a bizonyos lassítás a facsemetéből aktiválódik Wardagzon, és így egyszerűen olyan közel tudta kerülni, hogy Wardags mindenképpen villanni kell, illetve kényszerült. Egy újabb facsemete talál, ami pedig azt jelenti, hogy a Unicorns of Love hiába mutatta meg négy Giants játékos is magát az alsó ösvény környékén, nem tud bemozdulni az ellenfél oldalra buffot lopni. Így van, Frederick lehetett volna bajban, hogyha valamilyen szinten kimozdul rá a csacsi kikis és Power of Evil triumvirátus ugye valamilyen úton, módon, de Frederick ezt megúszta, pedig kőkeményen szétkarmoltuk volna valamilyen úton, módon ugye Frederick arcán, de nincs első gyilkosság, viszont egy villanással kevesebben rendelkezik a Unicorns of Love csapata. Ez mindenki passzivitást fog igényelni az eleve agresszív Leonától is, ami azért eléggé furcsa lesz. Csacsitől egyébként láthatjuk, hogy már hamarabb eldobta a bumerángot, mint hogy a Kromp ide élet volna, és ennek köszönhetően a visszafele érkező bumeráng volt az, ami a sebzésbe vitte, vagyis hamarabb tudta a bumerángot újra dobni, tehát mindent elkövetett Csacsi azért, hogy Kikisznek ugye könnyebb dolga legyen, és ezen a meccsen nem láthatunk ösvénycserét. Ugyanúgy kezd viszont mind a két alsó ösvény, elviszik ugye a Grompot és a Krugokat, tehát tapasztalati pont különbség most nincsen. Egy ilyen pofon után ugye Leonával az első visszakézből csúsztaná az ember, de nem teheti most meg Kikisznek. Legalább nem mehet, borrazad egy pillanásod. Nagyon sokat jelent, hogy egy divizió képessége kevesebben rendelkezik, a Unicorns of Love lövésze nem teheti meg Kidisang, pedig mehetne, hogy annyira látjuk, hogy kicsi lány az a zené, de mégis jön és pofátlankodik, vissza lehetne rá mozdulni, de nem szabad. Az se véletlen egyébként, hogy más módon osztotta meg a tapasztalati pontot a Giants csapata, mert hogy Eli volt az, aki a teljes egészét elvitte a Gromp tapasztalati pontjának, és így ő már kapásból kettes szinten érkezett az alsó ösvényre, amíg láthattuk, hogy Wardags és Hillisang osztozott, így ők hiába lépték meg mind a két játékosukkal a kettes szintet, pont emiatt, hogy Wardagsnak nem volt villanása, Rydell adott esetben egy délikással tudott volna kezdeményezni, ezért kellett a jó csapatának mindenképpen védekezve játszani. Ugye most már a képességének köszönhetően is tud visszamozdulni Wardags, ha kell, de befele viszont egyszer tud menni visszafelé, már utána nem, de azt most be kell osztani, nincs mások hátra a pillanásig, addig viszont ugye ez a passzivitás jelen is lesz. Egy pár millión különbség van, de ugye ez a bizonyos páros már több mint egy éve játszik, egy az alsó ösvény, a Hibiszag és Wardags, ugye ez a bizonyos felállás ugye az alsó ösvény volt, ami igazából hozzájutott őket annól, hogy Go4Lor nyereséghez is, tehát igazából Unicorns-nak a csapatának az alsó ösvénye, én azt hiszem már mindent átélt, és ugye ezt a bizonyos időt is át fogják vészelni. Pepe Nero pedig tökéletesen vár ki egyenlőre azokkal a kis mágikus pajzsokkal, amíg lejárnak Kassadinról, és csak akkor használja a képességeit, amikor ténylegesen sebzést is be tudnak vinni. Ugye láthatjuk, hogy nagyon rég nem láthattunk egyébként ilyet, hogy kristály flaskával kezd mind a két középső ösvényes játékos, általában a Dorán gyűrűje az, amit preferálnak, most azonban Kassadin berendezkedik a biztonságos farmolásra. Pepe Nero pedig szeretné biztosítani magát, hogy van elég manája folyamatosan támadni. Megeszik még egy toronylövést Pepe Nero! Ezen tengeralattjáró üzemóban jön van! Kikisz! Az így véget, és ott van nálunk az első gyilkosság! Kikisz, aki ezt magáénak tudja! 300 aranykülönbség ennek köszönhetően, és ezek Frederick érkezik fel a felső ösvére. Csacsi lehet baja, viszont neki virralása, ne felejtsük, hogy van, át is tud alakulni, már pedig így meg fog mozdulni, és hála jó Istennek, hamarabb jön ki, Csacsinak villani a kerüljön rá, Frederick, Csacsi még nem jön ki, egyenlő a Giants. Nem sok kellett volna, hogy Csacsi ezt megúszta, egy picit volt lassabb a kelleténél, és azonnal érkezik Ennitől egy égetés is Hillisangra, ez nem lesz elég. Borrazom már kinn a kábítás, még egy autót, nem, Hillisang hiába jön, ettől figyelden elhozza még Hillisang, egy-egy, és Kikisz pedig jöhet büntetni. Rydellnek nincsen már igaz a jelentőre kifele, mert csak egy virulás, Kikisz pedig mehet utána neki, még szintén lan esélye, de még nincs tovább építve a jungle, és ennek köszönhetően nem tudott lassítást okozni, ha minden igaz, ugye az alsó ösvény játékos. Már tovább van építve, ugye csak nem arra. Nem. Igen. Lassítani tudna, ugyanis Kikisznek jelen pillanatban sokkal fontosabb, hogy mivel tudja tartani ugye a lépést, és gyorsan takaríthassa a dzsungelt.
elhasználta igazából Kikisz a villanását középen, ugye Pepi Néróra egy biztos gyilkosság megszerzéséért. Nem is teljesen értem egyébként, hogy Pepi Néró miért nem volt hajlandó villanni, azt viszont láthattuk, hogy a Unicorns of Love amennyire csak lehet Pepi Néró hibáját kihasználta, hiszen megevett két toronylövést LeBlanc, ebből lehetett ugye gyilkosságot elvinni. Az alsó ösvényen, ha megmaradt volna Kikisz villanása, akkor ebbe Annie is belehal, viszont nagyon szép ütemben érkezett ugye az alsó ösvényre, mint azt láthattuk Rek'Sai-t. A szuhanós ugyanánk, igen. Na ki a sutyi, ennyi a sutyi, nem a tiéd, na add ide! Épi a bocs bújócskát játszik, ez a Kikisz és Frederick rád érkezik, mint felmentés jelent, ugyan hibisztán szinten, akkor csúszunk Kikiszre, az is jó. A sutyanák szintén jó lett, de Kikiszre mozdul ki rá, közben a Giants, és Kikisznek kell távoznia, hogy megfelelő metró útvonalat ássa saját magának, jön ki közben Pepi Néróra, jó eddig a csere, Power of Evil-től közben Hibisszannak az a bizonyos Dash-e megy mellé, igazán Burley-ba kijönne Csacsira, Csacsi által még alakulsz, a Maokai jelen pillanatban a helyzet előnyben van, Csacsi lassít először, majd nép vissza, ebből gyilkosság így nem lesz, szóval Maokai kezd életre kelni. Maokai nem véletlen ilyen agresszív, hiszen Csacsi még nem lépte meg a hatos szintet, pedig fal mellett ennyire agresszíven nem támadhatott volna akkor Maokai, hiába volt aktív az ultija. Ráadásul az oltalmazója is megvan már ugye Verlibnek, aminek köszönhetően Csacsi hiába dobálja őt folyamatosan a bumerángjaival, azoknak a fránya szintlépéseknek köszönhetően Verlib mindig egy kicsinként, de vissza fogja magát hozni. Hidisszang pedig támad. Közben Hidisszang, ugye igazából csak oldazni meg szállodat, és jön az a bizonyos, ahogy mondták ugye a magyar fejlesztők, ugye a bizonyos bemutató videóban, jön az a 4-es metró, így emelték ki, és jön az a bizonyos sújtás, ennek köszönhetően mindenképpen lassítás volt, bár Adrin kijött a virulása, és így idéző képességgel rendelkezik, mint előny a Unicorns of Love alsó esmény páros. Mielőtt megindult volna Power of Evil, ugye megcserélte a dzsungeles tárgyát, viszont Frederick érkezik Csacsi torony alá, át fog alakulni Csacsi, minion már nem lesz, Frederick nagyon sok időt fog el, de jön Pepi Néró is. Igen, jön Pepi Néró is szintén, ide Higgisnek ugye ultja nincsen, na Csacsi most mi lesz, ez egy jó lökés, mint Csacsitól, az éget is már kim van, Chris plusz még egy alaptámadás Pepi Nérótól kivándorol Csacsira, jelenhozzák a harmadik gyilkos, a Kikisznak pedig megy. Ugye Jinx az jelen pillanat, aki annyira magát védeni nem tudja csak a csapdákkal, Kikiszbe pedig küldött a semmi sap, bazd meg, igen, megvan Pepi Néró közben, még bőlőd is fordul a Power, ami mai képességem van, el van, de jön Frederick szintén, most kell visszafordulni, és Jinx egy olyan, olyan lövész, aki büntetni lehet, ha nincs hűrülása, lehet büntetni. Igazából talán Jarvan a legjobb választási ellenem, mert igazából kira Jarvan ulti, az biztos kiralás. Ráadásul Hillisong, illetve Vortex kombója előbb-utóbb meg fogja most már lépni a hatos szintet, és onnantól kezdve pedig a Leona ultik is jóval magabiztosabban találhatnak egy villanás nélküli Jinxre, és amekkora előnye le most ugye Kikisznek a Rek'Sai-ja szertet, azt kell meglovagolni. Ugye láthatjuk, hogy Frederick még nincsen meg hatos szintű, illetve most már elérte ő is a hatos szintet, de Kikisz még mindig jelentős tapasztalati pont előnnyel rendelkezik. Az ultia ráadásul nagyjából fél percen belül megint aktiválható lesz, és akkor, ha valahol tud ideális esetben az alsó ösvényen emberelőnyt kialakítani a Unicorns of Love, akkor Adric megélhető. Ugye Frederick, hogyha továbbra is tartja ezt a fajta játést, és a felső ösvény tartja prioritásának, az első pontjának, így igazából, hogyha valamikor kicsit hamarabb szembesülünk azzal, hogy Frederick már fent tornászik, és Kikisz letaláltan nem az északi zsángbele fele haladt, hanem az alsó ösvény köré van, sárkányt hozhat a Unicorns of Love, mert megint ráült egy Csacsira, megint igazából inkább a felső ösvény körül játszik ugye a Giants jungle-esi szintén, ezzel pedig a sárkány kéne előbb-utóbb cserélni. És azt is láthattuk egyébként, hogy Csacsi hiába halt már meg kétszer farmban, nincsen lemaradva Verlibbel szemben. Ráadásul a teleportja is elérhető most, tehát nem kellett ezt felhasználnia az elmúlt percekben arra, hogy úgy térjen vissza a felső ösvényre, hogy ne bukjon tapasztalati pontot, illetve túlzottan sok aranyat, ez pedig kulcsfontosságú lehet, hogyha a Unicorns of Love megpróbál sárkányozni. Szinte apró pénzek vannak különbségek két csapat között, tehát a 100 aranyat sem látjuk néha, szóval igazából kevesebb, mint 100 aranyat két csapat közti különbség, 3-3 gyilkosságban torony még nem tört. Sárkány, ahogy mondtam, most már biztos, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Én szerintem a Giants eddigi tanúsítványa alapján, amit mutatott nekünk, nem fog már fedészelni a fe... Ez a Power of Evil, gyönyörű szépet cserél! Pepe, ez a Pepi Néró nem fog elrohangálni az ösvényére szerintem. Nagyon szép a meglátás. Abban a pillanatban, hogy Pepi Néró ugye mozgult befele rögtön büntető. Power of Evil, ez jó! Jinxnek nincsen idéző képessége már, le is takarult a Hillisong viszont a Frederick nagyon jó ütemben érkezik, és volt az el fog tudni jönni. Rek'Sai-nak pillanása nincsen, még a popon jön, kikiszkedve minden 4-es metró, Hillisong és Kikisz még itt alkothat. Várjunk, kell legyen a fókusz,
gépavillás rájött a közé, jön a teleport, egy World Eater, Csacsi szintén jön, ott a kettő zsírikosság kikisztul, és lehet előre fordulni, jön Csacsi szintén, már négyen, gyönyörű falhoz neki, Csacsi tolta, atya gatya, és ebből tovább sárkány. Ettől pontosan erre akartam kitérni, egyedül Pepe Nero az, aki ezt az egészet túléli, ennek köszönhetően pedig négy fős emberelőnyben jelen pillanatban Unicorns of Love Jinxnek az ultia még mindig elérhető. Figyelni kell arra, nehogy ez adott esetben Hillisang életébe kerüljön, de még az lenne a legkevesebb, hogyha most Leonát meg tudná ölni a Giants, mert hogy a Unicorns of Love már a sárkányon ügyködik, és a Giants mozgásából teljesen egyértelműen azt is lehet látni, hogy erről ők lemondanak. Egyszerűen elfogadják a tényt, hogy ez egy szép nagy mozdulás volt a Unicorns of Love-tól, és stratégiai előnyre tesznek szert. Láthatjuk abban a pillanatban, hogy talál Hillisang, lehet tudni, hogy Adrian meg fog halni. Hiába érkezik Frederick, támadja Vordaxot minden egyes elérhető nyersanyagával a Giants, de ez is kevés, mert hogy mind a két idézői képessége elérhető volt Vordaxnak. Hillisang pedig életben tud maradni még annyi ideig, hogy fel rakja igazából a passzívját Ryderre, így Kikis egy kettős gyilkossággal gazdagodik, és itt van az a sújtás, ami biztosítja, hogy Vermibet utol tudja érni, ugye Csacsi, és nem az ultiával kezdi el a bénítást, hanem megtartja addig, amíg biztosan falnak lehet löpni a villanással, még rendelkező Maokáit megint indulhat a jól! De Ferebé csúszik ki, először Pavel Kibere, Pepe Nero mozdul még rá, Hillisang lehet most a fókusz, azonnal inkább ki is villan, ugye ember hátán volt még legalább két másodpercig, ugye Unicorns of Love-nál, ennek köszönöm a Giants, hogy előbb ment, de könyörgöm, megint plusz egy mozdulattal, megint egy falhoz neki is lesz benne a biztos állagot, nagyon jó, akár Hillisang pedig jön be, kimegy minden a Leonardon, ez úgy jelent, hogy CC rengeteg, szinte parancsol éppen, viszont Hillisang a bajban. A Jinx ulti viszi el végül, később Hillisangot, az a bizonyos áramkávítás kijött, ugye Jinxre, szóval nem volt elegendő sebzés Power of Evil-től. Az a baj, hogy pont akkor kellett kifele mozdulni a ultiával, ugye Power of Evil-nek, amikor meg tudhatott volna indulni a Leona, pedig ha befele mozog Power of Evil, akkor az a Jinx meg is halt volna ebbe a folyamatos kábításba, viszont megint nincsen Jinx villanás. És ez kulcsfontosságú lehet az elkövetkezendő csaták során, meg fogja tudni most már Power of Evil előbb-utóbb vásárolni a korok pálcáját is, amire gyűjtheti folyamatosan a jelzőket. Vermib érkezik eközben vissza a felső ösvényre, és egy átok lelője van már Csacsinak. Verlib pedig láthatjuk, hogy egyáltalán nem Csacsi ellen építi magát a felső ösvényes párbajok során, ő igazából hátrányt fog elszenvedni, de amint harcra kerül a sor, egy nagyon nagy adag mozgási sebességet tud a csapatának biztosítani. Érkeznek Kikiszre ugye a pingek, mert hogy lehet látni, hogy ő már a felső ösvény környékére érkezik, de támogatójátékos találkozó lehet, és Power of Evil van közel. Így van, és ugye Freddy, aki még csak kocog a középső ösvény felé, amit mi mindenképpen kiemelnék, hogy jelen pillanatban négy fászazulencse van már a Giants csapatánál, mi kettő csak nálunk, és ugye pont az előző őrszem takarításnál vettem ezt észre, és figyeltem rá, hogy már hamarabb állt el a Giants arra, hogy a Moth Control át próbálja valahogy benni Unicorns-val szemben még több őrszem takarításnál van. Hillisang pedig ugye jön, láttuk már, hogy tudja egymással építeni a karakter szépségének köszönhetően azt a bizonyos kábítás dózert, az 1cc, 2cc, és akkor a harmadik cc is, hogy szinte az ultiának köszönhet, Hillisang és Kikis pedig nem. A Dash nem talál Hillisangtól, és így Kikis nem tud rá follow-upolni. Ez a Ryder is Csacsi fejfej mellett rohangál bokorból bokorba, Pepe Nero megint találkozik Hillisanggal, Kikis pedig jön, Pepe Nero az a bizonyos fókusz, Ryderre fordul át, így a Unicorns of Love nem jön ki képesség, a Tibbertig éppen kijön közben, Ryder-től kettő egyet csere Unicorns-annak, Kikis pedig hátrább kilép, ezért a pöp még LeBlanc nem halt meg, de ott van a kettős gyilkosság, jelen pillanat Vordaxnál egy hármat cserél a Unicorns of Love, de Kikis és Power of Evil szerintem a utolsó lehelet tartja őket össze. Láthatjuk azt is, hogy Pepe Nero befele mozgott, ugye láthattuk, ahogy próbált területi sebzést kiosztani a Unicorns of Love lehető legtöbb tagjára, de pontosan emiatt nem sikerült senkit megölni, mert hogy a második ugrással nem talált. Hillisang biztos, hogy nem a megfelelő célpont, ennek köszönhetően Pepe Nero-nak egyből villania kell, és Ryder-nek sikerült úgy eltalakítani, hogy Tibbers ugye nem volt közben, megvan Maokai középen, mert hogy a visszajátszásunkat gyorsan eltekerték egy újabb esemény miatt, ennek köszönhetően megint emberelőben a Unicorns of Love. Igen, én még éppen fésültem a hajamat, mire. Tehát én még már valami elemzés jött, ettől félni Kikis még ólálkodik itt Fredericknek a jungle-ibe, és ugye Hillisang megint közel van. Hillisang rendkívül jól mocorog és rendkívül jól rómol jelen pillanatban. Ryder, aki követi Hillisangot valahogy. Nem feltétlenül volt egyébként az a célpont, akire ugye Hillisang tolta az útját, viszont az, ami az előtt nem sikerült,
Ennyit sikerült megölni Tibbers előtt, és ez egy olyan bénítás, illetve sebzés kiesés volt a Giants oldaláról, ha az a Tibbers még jön Ennyi halála előtt, akkor ott bizony Pepinero két embert is bepucolt volna a dupla ugrásával. Így ez pont nem sikerült, és ebből lehetett fordulni. Megint villanások hiányoznak mind a két igazából kulcs fontosságú játékosán most a Giantsnek, így adott esetben ők kergethetőek, a Giantsesek pedig már az alsó ösvényen támadják Wardagsnak a tornyát, aki van piros buk, tehát ha jön Rek'Sai, lehet kergetni, Ainsley-nek pedig hiányzik a fél életereje, ez a Korki a hármasság hatalmával és a Kayn karddal már tét. Ugye ugyanaz az iratlan szabályt, hogy már ugye Darcy előzét nem legyen, ugye az Irériánál a hármasság hatalmal elkészül, Frederick még így csücsül, ne felejtsük el, Kikis gyönyörű szépen. Úgymond veti le a fájtot a Giants terveiről, Csacsi pedig megindult hátra, kívül le 10 fokba, Hiriszapra jön a harmadiknak, hát ez egy gyönyörű szív szerelmes, hármas, Wörmiket fogok eltakarítani a saját tornya alól, mindegy kitankolja a tornya, mindenkinek van elég HP-ja, Power of Evil, aki hozza ezt a gyilkosságot, így 2-0-4-es Power of Evil. Látjuk, hogy Vizu Csacsi az átok mellé beújított még egy óriás ölet is, ennek köszönhetően bőven volt elég életerei átalakult formában, és elég páncélja, hogy a tornyot végig tankolja. 30 másodperc múlva most már ott van a sárkányzó. Kevesebb, mint fél perc, viszont a Unicorns of Love nem lesz előnyben, legalábbis ember előnyben, mire a sárkány élet, viszont most úgy térhetnek vissza a kezdőre, még láthatjuk Hillisongék, hogy egy újabb tárgyat meg lehetett venni, és most már elérhető a hegy arca is, ugye Leonának, amivel Wardagsz egy újabb adag védelmet élt. Pepinero viszont még Kikis büntetheti picikét, 3-0-ás a torony különbség, a Unicorns of Love javára, így szépen kezdjük átvenni ezt a bizonyos map kontrollt. És mind a két játékos, ugye, aki előre mozog, Pepinero közelében rendelkezik már átoknyelővel, minden Csacsi, pedig Kikis, ennek köszönhetően Pepinero, ha nem tud a hátsó vonal közelébe férkőzni, akkor gyilkossághoz nagyon nehezen fog tudni jutni, és csak látja a Giants a sárnát. Ha még látná is, én nem hívom oda merni a fétnél, Pepinero egy szempillanás előtt így eltűnt konkrétan a középső ösvény tornya mellől, mikor eltűntek az alsó ösvényről a Unicorns of Love játékosok. A Giants jelen pillanatban már passzívan játszik, a Unicorns of Love uralja a pályát és a célokat. Ez pedig főleg az mutatja, hogy kevesebb mint 18 perc alatt most már 6000 aranyra tehető a Unicorns of Love előnye két sárkány mellett. Tehát szépen lassan ugye el lehet kezdeni gyűjteni a lángolási felé most már azokat a bizonyos sárkány jelzőket. 3-0 a toronyállás, és érkezik egy verlip teleport, mert hogy ezt a tornyot meg kéne védeni. Az késő lesz, addig már a tornyot megkassza volt, és még Pepinero nincs a közelben sem. Tehát még az ember, ami van a Unicorns of Love-nál. Pepinero most indul majd csak el, viszont őrszemeke halad át jelen pillanatban, szóval látják, hogy mikor is hol fog csatlakozni a mágusa a Giantsnek. Nagyon jól és jó ütemben lép viszont hátrább a Unicorns of Love, mert hogy Csacsi visszaalakult, és ebben a minignál formájában semmiképpen nem szabad, hogy a Unicorns of Love csatába bontakozzon. Pepinerót lehetett volna meglepni, Hillsong éppen nem talál, de Power of Evil még mehet kergetni. Adott esetben az a LeBlanc falakon át is amit ki akarok emelni közül, Kikis már lassan tényleg Pepinerónak a szoknyája alá fog bújni, lassan annyira szépen játsz a tengerelet járó hadműveletet, hogy a alsó jungle-ébe jelenleg a Giantsnek van egy mindenáltó őrszemünk, a Unicorns of Love-nak is, konkrétan semmit nem lehet a saját jungle-ében a Giants, legalábbis a déli jungle-ében. Még az északi jungle-ben hatján egy-két őrszemek elhagytak valami lóton, mondjuk a jutaskat a zsebük, de jelen pillanatban a map control totálisan a Unicorns of Love-nál van. Csacsi volt ugye a fő célpontja a Giants csapatának a meccs kezdeti szakaszában, de láthatjuk, hogy összvisz 6 farmal van Csacsi lemaradva Maokájjal szemben, ráadásul a gyilkosságok felében részt tudott venni, ami Maokájról ugye nem mondható el, Csacsi számlájára már 6 támogatás írható, és a Giants összegyűlik, mind az 5 játékosával a középső ösvényen szeretnének toronyra szert tenni, Csacsi pedig teleporttal a felső ösvényen van, érkezik ki kis az ultiával. Pedig hátulról jössz a Unicorns fog kezdeni, hogy Csacsi már Megagnesztőr! Ármas leorózni közben, Frederick Szevasz eltűnt a pályáról, azért pedig szintén Jinx ott áll a fight kedves közepén, nem tudnak mit csinál a Giants játékosai, ez Radír, kérlek szépen leradíroznak a Giants csapatát, ott az ász, 20 perc előtt 17-5 a Unicorns of Love-nak, és majd 10.000 arany, 8500 jelen pillanatban az, még egy torony lehet menni, 10 másodpercig Frederick még csak képesség ki fog bandokolni majd a kettőről. Csacsinak azért egy fokkal nehezebb dolga van most tornyot tankolni, de az Inhibitor toronyra megérkeztek volna a minionok, láthatjuk, hogy a Unicorns of Love mégsem így dönt, mert hogy egy nagy adag minion érkezik a felső ösvényen is, ahol tornyot lehet majd vinni. Láthatjuk, hogy a teleporttal Rek'Sai, illetve Csacsi megérkezik
érkezik hátulra. Megint Jinx az, akire lehet kezdeményezni. Azonnal menekülőre kell fogni a Giants csapatának is. Három emberes Leona ulti, illetve Rek'Sai villanással levegőbe dobás az, amivel a Giants nem tud mit csinálni. Power of Evil pedig azt célpont, illetve azt a célpontot támadja, amelyiket csak akarja. Ez az a Kassadin, amit nem láthatunk az előző meccsen. Ez az, aki most lehetőséget kap arra, hogy kergessen, és betakarít mindenkit. 17-5. 17-5, alig 20 perc van. Meg volt az első ász a Jönik az apámnak. Hogy is volt az elején? Sikerült-e esetleg összeszednie magát Power of Evil-nek? Sikerült? Mi az, hogy? Tehát mondom, én meglepetésszerűen, hogy nekem Csacsi felhozta a bizonyos ként, hogy milyen szinten tudták átbeszélni, is. Így mondta, hogy Pikpok nem lesz bábos már gond, megbeszéltük, nincs gond. Hát oké, Szalavé látjuk is konkrétan, és 17-5, 21 percnél már, 22 percig kezdik, és Tepidero már kapja az állást, és ez nem egy lövésztől volt, egy Csacsitól volt. Ez bizony, ráadásul attól a Csacsitól, akinek az átoknyelőn kívül sebzés egyelőre nincsen, ráadásul ott van már rajta, mint azt láthatjuk, a barmog is. Tehát innentől kezdve, hogyha egy-egy ilyen kis cserébe belelép Csacsi, és onnan hátrább jön, akkor aktiválódik ugye a barmognak a passzívja, iszonyatos mennyiségű életerő regenerációt biztosítva, és Kikis, illetve Hillisan kombója oldalról megint el lehetetleníti a Giants torony alatt maradását, ez pedig azt jelenti, hogy 5-0-ra módosul a tornyok állása, immáron több mint 10 000 arannyal vezet a Unicorns of Love, kevesebb mint 22 perc alatt. Minima, megint picikét hránk, hogy nem tudok a minimumkor elszakadni, egyszerűen amit ott látok, az fenomenális. Tehát 70-30%-ig arányban, sőt, mint mehet a több is, 80-20. Ha még a Rek'Sai alagutok nem lennének elegek, olyan őrszem tumultus van, ráadásul a többség a Giants oldalán, ami tényleg egyszerűen nem hagyja a Giants csapatának, hogy biztonságosan kiléphessenek a bázisukról. Viszont van egy baromnosan most már, ugye valamilyen szinten, ugye mink a két Sharkhand stack miatt a baromnosan még többet ér. Jelen esetben ugye határtalan penge Jinxen is ott van az, hogy ő team, én ezen lepődtem, hogy Jinx pick megtörni, mert nem tud igazából annyira mobilisan mozogni. Minden egyes alkalommal, amikor villant a csaták alatt, még akkor is le lehetett vadászni Jinxet, ez a legdurcsább számomra. Hiába van ott egy Emi, jelen pillanatban a Giants kompozíciója csak azzal tudja Jinxet megvédeni, hogyha ők támadnak. Legjobb védekezés ugye a támadás, tartja a mondás, de nem tud a Giants támadni, mindig a Unicorns of Love kezdeményezés. Jinxet egyszerűen elsődleges célpontként sikerült eddig 3-ból 3-szor leradírozni. Közben ugye még a baromnasort nem kezdte a Unicorns of Love, de Kikis már a környéke rohangált Pepiniről, aki próbált hiába lépni. De Baron Nashornál jelen esetben még a Giants-nek nincs kint őrszeme, és ugye, hogyha mihez az a bizonyos all-es-es dolog megtörténik, és senkit nem látnak a pályának, a bármikor elkezdett Unicorns of Love azt a bizonyos Baron Nashort, ott pedig a lehetősége a Giants kezdeményez, az meg lesz. Kérdés, hogy hogy sikerül? Ugye Maokai is, Vi, ugye mind a kettő single targetes karakter, mégis be tudnak valaki rostromolódni, de olyan válasz fog rá érkezni Hibisson, mint Csacsitól, hogy Kikis lenni sárkány közelében, Kikisnek lenni kicsepzése, de ez a sárkányra elég lesz, mert hogy a Giants megint nem látja, hogy mi történik a képernyő alsó oldalán, és azért fontos kifejezetten ez a sárkány, mert hogy ez harmadik, és innentől kezdve a Giants csapata rá van kényszerítve, hogy reagáljon a következőre, vagy szembe kell nézni a ténnyel, hogy amikor a Unicorns of Love a bázis a közelébe fog lépni, 3 másodperc alatt be fog dönteni egy torny. A torom még hagyján, ez a bizonyos plusz sebesség megint csak azt fogja kezdeményezni, hogy a Unicorns of Love az üldözhet. Üldözhet, hiába játszik majd Tepiniru CBHD-t, az előbbi sikerült igazán még leászolni a Giants csapatát a Unicorns of Love-nak. Ugye pirosan szedik 3-an, 4-en a Giants játékosai, ennyire nincs map kontrollja a Giantsnek, hogy igazából 4-en kell együtt mozogniuk, hogy valamennyire kitolják az őrszemeket ugye a pályán a Giants csapatának, nincs mese, össze kell verődni, együtt kell menni, hogy Unicorns of Love uralja a pályán. És kész van már Power of Evil-nek a zonya homokórája is, hogyha ránézünk a térképre, farmban semmelyik játékos nincsen lemaradva a Unicorns of Love oldaláról, mindenki embertelen, amit teljesít eddig a meccsen, és minden egyes sárkányt, illetve tornyot, ugye a Unicorns of Love vadászott eddig le, tolódnak is azonnal a felső ösvényre, mert hogy ugyanúgy, hoppá, Pepiniro közben, ha ott megtalálja Power of Evil, bajban lehet. Azonnal kijed is mozdul, de az csak egy kobold, azért már tép. Power of Evil tép azzal a bizonyos kaszadénnal, és nem, hogy Bobby is korábban beszél, még gyűltetes edzés neki. Pepiniro ugye még mindig majdnem fél életerő körül van, de igazából ő már bemozdul úgy, hogy talán ő is élje, nem hív. Szevasz! Pepiniro voltam, életem már nincsen, mentem haza, majd jövök kicsikét később, Hillisan pedig már bármikor mozdulhat be. Én azt hiszem, hogy itt
küzdelem nélkül elvihette a tornát a Unicorns of Love. Jó formán tengerész csatát vív jelen pillanatban a Unicorns of Love. Torpedók érkeznek Kikisztől alulról, rakéták Korkitól a víz felett, és sorozatosan Pepinero a célpont, aki visszakényszerül a kezdőre, nem bírja azt a sebzést, amit kioszt rá a Unicorns of Love. Megvan egy újabb ingyen torony, és a játék első inhibitor tornyáért mehet a Unicorns of Love, már fél Maokai viszont jön. Ugye ne felejtsük, hogy a single target-es ultinak köszönhetően mindenik belazdulása Maokainak. Én azt hiszem, Pepinero közben Hillisongot találja meg, és rámegy egy kisebb fajta sebzés, de ez ugye édes kevés. Erre még nem tud kiamozni a Giants. Ugye bődületes felszerelés hiányában van jelentően a Giants Unicorns of Love-ban, szóval egy fantasztikus Kassadin, egy fantasztikus Korki elkapása. Ah, az Uli! Rájön közben villan, Bordax még ki tud valakulózni közben, és hát meg ilyen Neon, de Adria Jinx megint nem tud nőni. Az első altállása most jön ki, 2-0-át csere, megint Unicorns of Love-tól. Adri már lép vissza közben szépen a saját Nexus Tornéi mögé, konkrétan öten mehetnek nyugodtan, fél életerős Csacsi is Kikisz van, és Power-up kívül is Bordax max életerő. Kérdés, hogy meddig akar előre menni a Unicorns of Love, mert láthatjuk, hogy nem a Nexus tornyok a célpontok, hanem a minionok által már támadt falsú ösvény tornya. Ez bizony meg lehet, Csacsi hiába alakult vissza. Csacsi tankolt a bicikére a tornad, és jön be Frederick közben, ez szerintem sok lesz volna, aki jön még az ulti. Hidisong is Power-up-ül kézzel fogod, már cuppolnak rá közben hátul. Adrian de Jinx-re megint nincs lövésze a Giants-nek, megint nem tud egy alap támadást sem kivinni a Giants lövész, és megint kettős emberről nyert Unicorns of Love-nál, és még nem mentek haza. Én nem tudom, hogy Kikisz milyen... Én úgy gondolom, hogy az a naptej, amivel ő bekente magát, az legalább 70 faktoros, mert egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy most a napsütés az, ami őt piszkálgatja, vagy a LeBlanc. Olyan védelemmel rendelkezik a Unicorns of Love-nak most már, Bordaxot leszámítva minden egyes játékos, hogy Pepinero-nak nincsen célpontja. Ugyanúgy ki van zárva Pepinero egy LeBlanc-nal a játékból, mint azt a Fanatic Elements meccsen ugye Reckless-en vett el. Nem tud kit támadni, és sorozatosan most már másodszorra Hillisongot kell megpróbálnia támadni, teljesen eredménytelenül. Egyszerűen ugye bármennyire is láttuk, hogy Frederick pillant be. Frederick durrant be Hordantra. Kit érdekli az Hillisongot és Power View-t? Hát mindenképpen tudunk csúszni, mászni, ugrani, bugrani, bármi ilyesmi. Mehetünk a Jinx-re. És megint ott van a helyzet, hogy Hordaxnak elérhető volt a két idéző képessége. Tudta nagyon pontosan Power of Evil és Hordax, hogy igazából nem fog meghalni Hordax. Nincsen komolyabb veszélynek kitéve, hiába támadja meg őt ugye egy Y. És Kikisz az, aki most már szint előnyt is élvez ugye Frederickkel szemben egy ideje, tehát a sújtása is erősebb. Bármikor dönthet úgy a Unicorns of Love két inhibitor bedöntése után, hogy megvárja, amíg valamelyik játékos a Giants oldaláról védekezni kényszerül a szélső ösvényeken és elviszik a nasort. Azt se felejtsük el, hogy most már másfél perc múlva érkezik a játék negyedik sárkánya is, amit ha megszerez a Unicorns of Love, én úgy gondolom, hogy ezzel az előnnyel ott vége lesz a játék. Ugye jelentében a Giants-nek a lövésze az alsó ösvény fele csámpot. Ezt azonnal, hogy egy korra cseréli a Unicorns of Love és elkezdi a baromnasot. Látjuk az őrszemét a Giants-nek, közben ráibbelül belül hátul valahogy a választó bokornál, hogy áthaljon valaki és tud valakire majd initiatelni. Egy olyan baromnasot hozzá a Unicorns of Love, hogy ezzel a minion rengeteggel, ezzel a plusz buffal, amit most rendelkeztek baromnak köszönöm, a plusz két betölt inhibitorral. Itt középen, itt csak be kell törni minden, mint az Isten nyila, mehet a Unicorns of Love középső esvénye. Láthatjuk, hogy egy perc van hátra a sárkányig, de a Unicorns of Love erre nem tart igény, nasorral érkeznek a középső utolsó inhibitorkor. Ez a Giants-nek az utolsó, megint nézd meg, Jinx nem tud mozdulni, hát hívj vissza, megcsinálja a play-t, és Power of Evil pedig boldogra forrá, megint egy 2-0-ás csere, hát Power of Evil kibántotta az előző héten, messze neked 3-as gyilkosság, konkrétan 3-as emberelőny, Power of Evil megy tovább, még Pepinero kicsikét próbál vissza mozdulni, de 3-as emberelőnnyel ezt a Unicorns of Love be fogja agya bugyálni, a veretlen Giants, a szűz Giants csapata konkrétan, ahogy bemutatkoztak, olyan szinten lett most a Unicorns of Love által teljesen romázúzva. Ebben a pillanatban pedig bedől a Nexus is, és ez azt jelenti, hogy hát a Giants ellen, most komolyan, tegye föl a kezét, aki számított arra, hogy a Unicorns of Love ugyanolyan magabiztossággal fog a Giants ellen is meccset nyerni, mint tette azt ugye a Gambit Gaming ellen. A Giants, akik azon a kupán kerültek be az LCS-be, ahol ugye 8-ról 10 főre kibővül a repertoár, ahol magabiztosan végig taroltak szinte mindenkin. Olyan vereséget szenved el most a Unicorns of Love ellen, amire én úgy mondom, hogy nagyon kevesen számítottak csak. És ahogy megint te is mondtad, kénytelen volt a Unicorns of Love egy csapat megbeszélést tartani a múltkori meccs után, mert hogy a teljesítmény az nagyon-nagyon ingadozó volt.
teljesen tényleg szétszórtan játszottak többen is, és Csacsi mosolya az, ami mindent elárul. Nem csak, hogy higgadtan, és magabiztosan mennek át az ellenfél oldalára kezet fogni, de mosolyogva minden egyes játékos élvezte a játékot a Unicorns of Love, élvezte, hogy szabályosan igazából Dávidot játszottak a góliátok ellen. Azért kikisznek az arca még azért büntet. De azért úrjövök ki oda oldalra, hogy na ki az, aki azt mondja, Rexai, nem vagyok jó, na ki az? De körülbelül ilyesi forrában néz ki oda, jó, most ő is mosolyog, visszaszívtam. Hányszor láttunk olyan jelenetet, hogy Leona Ulti több embert eltalál, és mielőtt a bénítás véget érne, még Rexai a levegőbe röpíti ugyanazt az összes célpontot. Egy ilyen kombináció ellen, főleg úgy, hogy minden egyes harc során pozíció előnyből indult a Unicorns of Love. Én úgy gondolom, hogy az volt az a harc, ami úgy indult, hogy a Rek'Sai ultival, illetve Csacsi teleporttal sikerült a Giants felállásának mögé kerülni, az volt az a harc, ami végleg rányomta a csatára a bélyegét, mindaz öt emberével összegyűlt ugye a középső sorban a Giants, és ezen a meccsen még így sem tudtak egyetlen egy tornyot sem bedönteni. Végig vezetett a Unicorns of Love, ők választották meg az összes csata színterét, elvitték az összes sárkányt és a nasort, és itt szeretném kiemelni, hogy tették mindezt úgy, hogy egyetlen egy alkalommal nem volt rálátása sem a Giants csapatának, egyetlen egy célpontra sem. Én azt hiszem, hogy amit most a Unicorns of Love csinál, de azt még kiemelném, hogy megint a Hibiszang, tehát TC-k, kávétársak tömkelege. Azért Jinx, ha minna, ha nem minna, kit érdekel konkrétan? Majd a Leona lehet, hogy befele menni nyugodtan, rácsúszok, kábítok, kúzok, kábítok, ulti, kábítok, ilyen power fever, meghalsz. Tehát konkrétan nem tudod, mit csinál az elemű lövész, és ezt folyamatosan minden csapat küzdelem alatt. Egyszerűen maga tehetetlen volt ez a Jinx választás, én eleve meglepődtem rajta már a lobbyban, de a Unicorns of Love-en ez nem működött. Ha jól láttam, talán az a legárulkodóbb statisztika, hogy mennyire nem rúgott labdába a Jinx azon a meccsen, hogy ez alatt a 30 perc alatt, amíg a Unicorns of Love meccset nyert, egy darab Jinx ulti hagyta el. És tényleg. Az egyetlen, ami kicsit mellébeszélés miatt Power of Evil kimozdulásából ugye egy gyilkosságot is eredményezett neki, ezen kívül egyetlen egy csata alatt nem tudott ultizni. És ha ez nem mutatja meg, hogy Hillsong mit művelt azzal a Leonával, akkor semmi, és itt kanyarodnék vissza Hillsongra. Miatta, illetve hát több támogató játékos miatt is, de ugye Hillsong ellen Fresh-t minden egyes alkalommal valószínűleg tiltani fogják az ellenfelek. De mi van, ha innentől kezdve Leonát is tiltani kell? Felszabadul ugye egy újabb választási lehetőség, adott esetben Rek'Sai is most már minden alkalommal átjuthat a rostán, nagyon magabiztosan és nagyon szépen teljesített vele Kikis, le a kalappal a Unicorns of Love előtt. Azt hiszem, hogy halál nélkül fejezte be a Kikis a Rek'Sai játékában, megint csak kiemelkedő szintén, és most, ez a, ahogy elmondtad, hogy egy Jinx ulti hagyta el Jinxnek a rakétavetőjét, ez tényleg elgondolkodható, hogy mennyire ki volt szorítva ugye Hillsong is, ugye akár Power of Evil bemozdulása és ugye idő előtti eltakarításainak köszönhetően, hogy ha ki is akarta volna tolni, azt max hátrafele is még úgyse biztos. Szépen játszódjunk az a fel. Ez tényleg való. Mi pedig akkor ebben a pillanatban vissza is adjuk a szót. További kellemes szórakozást, érkezünk majd a következő meccsen. Kikis, after the 1-1 record and your first experience in the LCS, what was the main thing that you took from that in order to secure your win here? Well, we are still a young team, and even though we went 1-1, I think it's really great performance by us. Well, not great, but good enough. Elements are still a strong team, and I don't think anyone should underestimate them. And I think winning now is like really great for us, and well, not maybe relieved, but we are really happy. So you first picked Gnar, and you left both Rek'Sai and Lee Sin open. Was that your plan, that you'd get either Rek'Sai or Lee Sin, or did you know that Frederick doesn't play Rek'Sai? To be honest, we expect them to pick Rek'Sai. Like, we prioritize Gnar more than Rek'Sai, and we were really surprised to get both. And I think we just win Champion Select and then snowballed from there. Yeah, indeed, you won Champion Select pretty hard. You got all the OP champions, Gnar, Rek'Sai, Kassadin, yeah, for their roles, and then Corki Leona as well, fitting the combo really well. So you must have felt really confident going into that game. Yeah, definitely. Yeah, and it showed. Let's actually get a replay up on the screen of one of the early phases of the game where you guys decide to go bottom and you showcase exactly what Rek'Sai can do. We can roll the clip and you can talk us through what happens here, Kikis. I think it's a situation that I just tell my team that I can ulti if they engage on them.
and Vi comes, I just ulti there, and they're really over chasing. They're finally joining on the kills. They don't even like notice my ulti fast enough. Mm-hmm. I just go there and clean up the kills for like easy double kill. Yeah, very impressive here. By now, your AD carry almost died though, so you still made it in time. Yeah, and then there's both TPs from top laners, but we're outnumbering the Maokai 5v1, so yeah. Not much he can do. Not much he can do. And Laurie, at this point in the game, you were also saying, well, for this, with the double kill on the Rek'Sai and that move, it's pretty much game over for Giants. Yeah, like I said, the combo was extremely strong, and when the game is like 6-3, I don't think there was any way they could lose from that point unless if they threw really hard. So yeah, you guys were keeping the play very aggressive. One thing we know is that Giants always likes to focus their attention on the top lane, and they actually did get a couple of ganks off. Were you ever worried that you were maybe giving too much attention to that bottom lane and the mid lane, and they would still get ahead? I think it's fine. It's definitely not that good to go auto planner O2, but he's still gonna be useful in teamfights. It's not after all, and we can just snowball other lanes and don't worry about that too much. Yeah, let's actually get another replay up on the screen. It's just beautiful. We have to look at it again. It is fantastic. Kikis, talk me through the game plan, because that flank is so beautiful. We just knew that they're pushing 5 in mid lane, and they didn't care too much. Maybe like they had no vision on the tunnels. They didn't expect me from behind. And me and Chacha are just like, we're going to TP. We're going to flank them from behind. And that's all. Like, we just went with the flow, and that went really good for us. Yeah, let's roll the clip and see the magic happen for you guys. You're just chilling bottom lane, and then it's on. Yeah, I was like, I'm going to go bottom in case we can engage mid. I'm just going to ulti instantly. Like, we TP at the same time, and they're split, like, beautiful. Leona ult, knock him to three people, and we just clean up the teamfight. Yep, fantastic. Just to play it out. I mean, you guys were ahead a lot before that, but that definitely sealed the deal for you guys. You were saying in the beginning you thought it was a good result going 1-1 in that first week. How much work do you think you have to go if you want to beat those teams like Elements, like Fnatic, like SK at the top of the table? Well, as I said, like, we are still a new team, young team. Like, it's first split of the LCS, and we have a lot of things to repair or learn, because we like know the standard play, like go in, just engage with everything we have, but now we need to think more and prepare more for the matches every week. Yeah, how much that was something that we talked about before you guys started playing LCS. We love your aggressive style and the way you come out with new picks. How much has your way of preparing changed, knowing that you play the same teams and you scrim versus the same teams? It didn't change that much, but now we have coach in the house. We are like 6 people, and we can communicate more properly than just through online. We can talk face to face. I think it helps really much. Like, we watch some of the replays, we have our picks prepared, and we just train them in the scrims. So you guys in the past play like Poppy top, TF jungle. Can we expect more this kind of picks coming from in the future, or it's too top secret to reveal? We definitely have some picks like in our pocket, but it's kind of hard to practice, because sometimes when we go like a weird pick and we lost, not because of the pick but something else, like some team refused to scrim, but that's just all. You got to keep that secret and try it on the Rift. Congratulations, Kikis. Fantastic game. We need to step away for a moment, but coming up is a clash between Fnatic and Rocket. As we go, let's hear from H2K's Odo Wamne on Fnatic's playstyle and how the league will have to adapt to slow them down.